2007-ben hasonlóan, mint idén június elején indultak a kombájnok aratni. Azt megelőzően pedig 20 éve történt szintén korai aratás. Ebben az évben pontosan ez június 5-ére esett, mondja Rittlinger József, a NAK Baranya vármegyei elnöke. Baranyában az idén kevesebb búzát vetettek a gazdálkodók a tavalyi év őszén. Idáig mindig ilyen 60-65 ezer hektár szokott lenni, az idén 41.200 hektárt vetettek, de ugyanaz elmondható árpából is kevesebbet vetettek a gazdálkodók, 17-18 ezer hektár árpa szokott lenni, az idén 11.700 hektár árpájuk volt a baranyai termelőknek. Ez a tendencia kicsit az unió szabályozóknak is betudható, a zöld őrületnek azt is mondhatnám, és ami még nem volt, a pihentetett terület meg megnőtt Baranyába, ilyen 5000 hektárra adtak be az idén a termelők pihentetett területet. Más növények részesültek előnyben, inkább a szója, lucerna, édeskömény. A dínje, a földi eper területe is megnövekedett egy keveset. Más növényi kultúrák irányába mentek a gazdák, mondja az elnök. Ennek a úgymond haszon növényeknek a termesztése azért szólt, egy picit háttérben az időjárás is megváltozott, és azért valljuk be az ukrán gabonának a hatására ezeket a növényeket egy picit hátrébb tették a gazdálkodók. A búzagyűjtést már most el lehet kezdeni az augusztus 20-ai Magyarok Kenyere programhoz, hiszen még annak idején a NAK Baranya vármegyei szervezete is csatlakozott a nemes gyűjtési akcióhoz. Hát a legelső lépés az minden évben a búzaszenteléssel szokott kezdődni, mindig máshol és máshol van, de máshol vannak a gyűjtések, máshol van az összeöntés, mindig arra azért ügyelünk, mint a Magyarok Kenyere kuratórium elnökeként is, hogy mindig máshol legyenek ezek a rendezvények. Hál' Istennek ez a rendezvény sorozat 2011-ben Baranyából indult. Most ott tartunk Baranyába, hogy mivel az aratás lassan befejeződik, a buzagyűjtésre fókuszálunk. Ez a buzagyűjtés nálunk minden év, július utolsó péntekén Sombereken, a Somberek ZRT-be szoktuk megtartani. Ez inkább egy picit egy kis összetartozás, egy kis úgymond a buzaratás zárszó, végét fogja jelenteni. Baranyában vannak olyan gazdálkodók, akik évről évre rendszeresen tesznek felajánlást, teszi hozzá Rittlinger József. Tavaly évben majdnem 50 tonna felajánlás érkezett, ez két kamionnyi árut jelent. Az idén is ez a cél, hogy egy picit meghaladni ezt a mennyiséget, majd meglátjuk. Ahogy mondtam, mindig van, aki csatlakozik, valaki néha lemorzsolódik, azért vannak emberi sorsok, tragédiák, amikor a család nem úgy áll, nem tudja ezt teljesíteni. Van, amikor meg hál' Istennek több felajánlás is érkezik egy termelőtől, ezt mindenki saját maga eldönti, de ha úgy kéne prognosztizáljam, hogy az idei évben mennyi lesz, a két kamion szerintem biztos, hogy meg lesz. A gyűjtés az aratás elején, közben és a végén szokott lenni. Baranyában 3 gyűjtőhely van, mindez augusztus 20-áig tart. A folyamatról, egyéb részletekről további tudósítások várhatók.